Kedves hölgyeim, elnök úr, kedves Laci, kedves Tamás, kedves fotósok, érdeklődők, és egyáltalán mindenki, aki megtisztelt bennünket ezen a szép őszi délutánon. Ez a Pásztori Múzeum ugye vár minisztériumi besorolását tekintve tematikus múzeum, természettudományi múzeum alapvetően, fő profilja a földtan és az őslénytan, de emellett rengeteg minden más érdeklődést, rengeteg minden más témájú érdeklődést ki tudunk elégíteni, hiszen van itt középkor, van itt egyháztörténet, van itt képzőművészet, és hát rendszeresen szoktunk időszaki kiállításokat is rendezni, és ebbe az évben úgy alakult, hogy két olyan időszaki kiállítást is tudtunk szervezni, amely hát a Nógrád megyei Fogtó Klub valamelyes tagjához kötődött, áprilistól kezdve egészen október elejéig Varga Tamás úrnak az autómodelljeiben gyönyörködhettünk, és most pedig Várhegyi Laci barátomnak a fényképezőgép gyűjteményét tehetjük közkincsé. Én úgy gondolom, hogy a múzeumnak egy alapvető feladata az, hogy azokat a rejtőzködő kincseket megmutassa, amelyet egyes emberek halmoztak fel. Mert tudomásul kell venni, hogy vannak itt emberek, akik nem hőzöngve, nem meldöngetve, hanem szerény módon, de alaposan és korrektül szakmai tisztasággal, szakmai egyenességgel gyűjtik az értékeket. Hát ilyen egyéniség Várhegyi László is, és hát még a Tamás barátom kiállítás megnyitóján tavasszal egyeztünk meg, hogy a következő időszaki kiállítás az ővé lesz, és ő bemutathatja az ő fényképezőgép gyűjteményét, és ahogy készítette elő az anyagot, én egyre inkább csak tátottam a számat, hogy itt a 30-as évektől kezdve egészen a 21. századig a hagyományos mechanikus fényképezőgépektől, az elektromechanikus fényképezőgépektől egészen a digitális korszakig itt minden megtalálható. Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy a kiállításnak a további részleteit a szakmai megnyitó tisztelemre én felkérem Homoga Józsefet, a Nógrád megyei Fotóklub elnökét, hogy legyen szíves, nyissa meg ezt a tárlatot. Köszönöm szépen a felkérést Várhegyi László barátom részéről, illetve az igazgató részéről. Természetesen szívesen és örömmel teszek eleget ennek a felkérésnek, hiszen Várhegyi László 1990 óta 27 éve tagja a Nógrád megyei Fotóklubnak. Aktív személyisége, aki a programok legalább 90%-án állandó jelleggel részt vesz. Pásztón már három kiállítása volt Várhegyi Lászlónak. A Mikuska galériába, a könyvtárba, illetve itt most jelenleg. Nagyon róla nem kívánok sokat mondani, mert egy nagyon jó szöveg van a másik teremben, amit ajánlok mindenkinek figyelmébe, olvassák el. Sok mindent megtudnak Várhegyi László barátomról. Azt is, hogy gyerekkorában kezdett el fényképezni, még talán 12 éves lehetett, amikor hasonlóan, mint mindannyian, akik valamikor kezdtük a fotózást, már gyerekkorban érdeklődtünk ez iránt. Sokáig filmes géppel fényképezett, olyan egyszerű gépekkel, amik jó néhány itt látható a kiállító térben. Aztán egyszer találkoztunk Salgótarjánba, Szlovákiába menet, és Laci megmutatta az első digitális fényképezőgépet. Hát mondom se kell, engem is egy pillanat alatt lenyűgözött az a technika, mert addig tulajdonképpen csak újságcikkekből láthattam, illetve olvashattam, de ez hihetetlen volt. Valamikor ő ezt Németországba vette. Hát mondanom se kell, hogy nekem is kellett azonnal egy ilyen fényképezőgép. Hát arra természetesen hónapokat várni kellett, mert mire Németországból behozták azt a gépet, az időbe telt. Technikai tudása a számítógéppel, a fotóval kapcsolatosan
kimagasló a számítógép programok, amiket ő ismer, amiket használ, illetve amiket megtanított nekünk a fotóklubba. Hát azok nagyon-nagyon jók. Szinte mondhatom azt, hogy a digitális korszakban már teljes egészében hasznos és a mi részünkre nagyon jó dolgok. Barátságos, Váregyi Laci, szerény, segítőkész, szemlélődő, visszahúzódó, korrekt személy, igazi, közösségi ember. Rá mindig számíthatunk a fotóklubban, akár akkor is, amikor Breznó felett az erdőbe bezártak bennünket egy sorompóval, és az ő kocsiából előkerült egy 32-es villás kulcs, amivel szétszedtük a korlátot, aztán a végén összeraktuk. De nem csak akkor, hanem amikor felhívja az ember telefonon, hogy Lacikám, segíts, megakadtam. És ő mindig fejből mondja a megoldást. Csak nem mondaná minden harmadik, negyedik alkalommal, amikor ugyanazt kérdezi az ember, hogy olyan nőies vagy. És akkor megkérdezi az ember, hogy ezt miért gondolod, hogy nőies? Hát töketlen. Bocsánat, de ez így szoktam mondani. Laci kevés fotópályázaton indul, de emlékezetes neki az a fotópályázat, ami néhány évvel ezelőtt a fotóklub anyagát elküldtük egy Mafosz szalonra, és a 24 képből csak egyetlen egy került pályázatra, az meg a Laciéj volt. Hát mindannyian örültünk neki, feltételezem ő örült neki a legjobban, de hát ez egy természetes dolog. És akkor a világ minden tájáról láthatták ezt a fotót, ami ki volt állítva, hiszen akkor volt itt a Magyarországon a FIAP kongresszus, és a világ minden tájáról voltak itt fotósok. Laci szerény, nem szeret szerepelni. Fogadom, hogy a végén, ha átadom, vagy átadnám neki a szót, csak annyit mondana, hogy nézzük meg a képeket és a gépeket. Jó néhány alkalommal voltunk együtt családilag is. Egyik nagyon emlékezetes volt, amikor szintén klubtagunk, Palotás József feleség és felesége, Várhegyi Laciék és mi Horvátországba, Opátiába voltunk, és nekünk már kettőnknek akkor volt digitális fényképezőgépe, Palotásnak csak filmes volt, és mi fényképeztünk nyakra főre, Palotás is természetesen, és délután, amikor vége volt a sétánknak, akkor leültünk, néztük a fényképezőgépet is, töröltünk, és megkérdezi Palotás, mit csináltok? Hát töröljük azokat a képeket, amik nem úgy sikerültek, vagy nem olyanok, mint amilyen szerettük volna. Hát és én mit csináljak vele? Hát íztekerst filmmel, hát előhívatod természetesen. Hát ez a digitális technika és az analóg technikának a különbsége. A digitálisra szavazunk, azt hiszem ma már mindannyian. Sok munkát végez a fotóklubba, főleg a weblap karbantartásával, kezelésével. Időnként figyelmeztet, hogy lejár a előfizetési határidő a weblapnak, és akkor természetesen újítunk, és láthatók mindazok a programok, amiket a fotóklubban végzünk. A fényképezőgép gyűjteménye többször volt már kiállítva. A szövegben is benne van. A Magyar Fotográfia napi alkalmából Salgótarjánban az József Attila Művelődési Központ előtér galériájában volt kiállítva két alkalommal. A Megyei Múzeumban, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban, Bagyesárjai intézményben, illetve a Mafosz szalonon, ami Sárospatakon volt, együtt vittük oda az anyagot, raktuk föl, és nagyon sokan megcsodálhatták a töredékét annak a gépek mennyiségének, amivel Laci rendelkezik. Ahogy itt az előbb beszélgettünk róla,
1930-as a legrégebbi fényképezőgép, ami van. Én mégis, amikor tegnap vagy tegnap előtt beszéltem Lacival, azt kérdeztem, hogy magyar gyártmányú Mometta 2 fényképezőgép van-e? Hát azért kérdeztem meg, mert ez volt az én első fényképezőgépem, amit 1957-ben gyártottak, de 58-ban vettem meg, és nem egy igazán jó sikerült konstrukció volt, mert a film továbbítás olyan nehézkes volt, hogy a film továbbító gomnak a recéje állandó jelleggel mindig lehúzta a bőrt az ujjamról. Ezért, amikor bevonultam katonának, igyekeztem megszabadulni tőle. Az elhárító tisztnek nagyon megtetszett, és én örömmel adtam el neki. Természetesen. De, mint érdekesség, a Mometta fényképezőgépre ez vonatkozik. Én azt hiszem, hogy minden érdeklődő, aki itt most megjelent, illetve azok, akik majd fognak ide jönni, és megnézni egyrészt a képeket, másrészt a gépeknek a kiállítási formáit, különböző korokból, különböző gyártmányok, sok ismeretet szerezhetnek. Én azt hiszem, Lacinek talán, ha jól tudom, olyan 450 körüli fényképezőgép gyűjteménye van. Ajánlanám neki, hogy építsen ott a kertbe egy fotomúzeumot, és ott mutassa meg az érdeklődőknek, és tegyük közkincsé sok és mindenki számára, aki a fényképezéssel kapcsolatban van, azt, hogy ilyen gépek voltak, vannak, és olyan emberek is, akik ezt gyűjtik, és ápolják, hogy maradjon meg mindenki számára. Szeretném megköszönni azt a lehetőséget az igazgató úrnak, hogy a Nógrád megyei Fotóklub Egyesület ebben az évben már második alkalommal szerepelhetett itt a múzeumban, és amennyiben későbbiekben is van ilyen igény rá, akkor természetesen mi állunk rendelkezésre, akár a klub kollekcióval, akár egyéni kiállításokkal is itt a múzeumban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Várhegyi Lacinak pedig gratulálok a kiállítása alkalmával. Megkérdezem, hogy itt nem gondoltad? A két többet mond, igen. Na, hát kérem szépen, én még annyival tartozok, hogy ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöhessen, ahhoz kellett az én munkatársnőimnek az intenzív hozzáállása és munkája is. Köszönöm szépen Stancsik Gabriellának, Kormos Vandának, Sándor Alexának, aki most is fényképezett, Kelemen Zsoltnénak és Tóth Anitának a munkáját, és nem utolsó sorban Botosné Kunyu Ágnes takarítónőnek a munkáját, hogy minden teljesen tiszta és netti most. Hát kérem szépen, ezek után nem tudok más mondani, mint hogy tessenek szemlélődni, tessék kérdezni a gyűjtőt, és hát tessék megtapasztalni ezt a kiállítást. Köszönöm szépen!